Mártonnapi mécsesek készítésével és mártonnapi műsorral kezdődött az ünneplés a kisoroszi Torontál Magyar Oktatási Művelődési és Ifjúsági Központban, majd pedig lámpás felvonulást tettek a tájháztól a kápolnáig. Mi most egy mécsest készítettünk, ami abból állt, hogy megrajzolták nekünk az alapokat, nekünk ki kellett vágni és össze kellett ragasztani, majd pedig a végén beleraktunk egy mécsest. És mivel most nem sokára készek leszünk, ezért aztán lesz egy felvonulás, meggyújtjuk a mécsest és vonulunk. A 2500 lakosú faluban ma mintegy 700 magyar él. Márton napja több szempontból is jelentős az itt élő katolikus hívek számára. A falunak azért is fontos Márton nap, mert a Péter és Pál apostolokról elnevezett katolikus templomot Márton napján szentelték föl, méghozzá 85 éve ezelőtt, 1933-ban. A másik dolog pedig, ami Márton naphoz kapcsolódik, a kápolnánk is a Márton, nap, Márton nevet viseli. A mártonnapi vigadalmat tavaly rendezték meg először. A kezdeményezője Gogolák Marian a Petőfi Sándor program tavalyi ösztöndíjasa volt. Ezt a munkát most Balázs Józsefné Nagy Julianna folytatja. Ez az első nagyobb méretű rendezvény, amelynek aktív részese volt. Igen, kicsi ez a közösség, most már. Tehát kevés a gyerek, de én azt látom, hogy nagyon élni akar ez a közösség. És van egy hímzőkör, van egy népzene, vagy egy népdalkör, akik nagyon rendszeresen összejárnak, nagyon próbálják ápolni a magyar nyelvet, illetve a magyar népzene kultúrát. A 85 éve felszentelt Szent Péter és Szent Pál templom Kisorosz harmadik katolikus temploma a török hódoltság óta. Király Tibor plébános a jubileum kapcsán elsősorban a kisközösség összefogását dicsérte. Egy általános nagy megmozdulás volt a faluba, tehát az egész hívő közösség érezte, hogy ez az ünnep az övé, mert mindenki részt vett a maga módján benne. És ez egy nagy öröm a számunkra, hiszen ha meg is fogyva, de bátran állva tovább, és az, amink van, azt megőrizzük, és továbbadjuk. Az ünnepi szentmisén Elias Ohi Ledvarin Szent Mihályi plébániai kormányzó mondott szentbeszédet. A szentmise végén megnyitották a templomhoz kötődő szentképek, szobrok, különböző tárgyak és dokumentumok kiállítását.